Sziasztok! Ma megnézzük, hogy a régi kedves, aki valaha a szívedben volt, ő vele mi a helyzet, mit lehet róla tudni, van-e valami változás a körülötte, tehát egyáltalán hogy van, hogy érzi magát, esetleg gondol-e rád, tehát mit lehet róla tudni, úgyhogy kezdjünk is bele. Tehát az a személy, akire most gondolsz, aki valaha a szívedben volt, és lehet, hogy még mindig ott van, őróla érdeklődünk, és kérdezzük azt, hogy mi a helyzet vele, mit lehet róla tudni. Ezt szeretnénk megkérdezni. Mi a helyzet a régi kedvessel? Aki valaha a szívedben volt. Kijött a gyermek, az ellenség, a tolvaj, a halál és az özvegyasszony. És ugye nem kell mondanom, hogy ezek így ránézésre is, hogy milyen sötét lapok. Nem egy kellemes helyzetben van, az biztos. De így most elsőre azt gondolom, hogy ahol nincs gyermek, ahol nem jön számításba gyermek, ott az újrakezdést, vagy egy új kezdetet akadályoz meg egy valaki, aki a környezetében van, vagy ő maga. Tehát az ő hitrendszerével, a gondolataival ő maga akadályozza meg azt, hogy egy újrakezdés megvalósuljon. Ahol viszont van gyermek is a képen, kicsi vagy nagy, mindegy, ott viszont lehetséges, hogy arra utalnak a lapok, hogy ez a gyermek az, aki a legfőbb ellenségét képezi ennek a szeretett kedvesnek, tehát aki a legnagyobb kárt okozza neki azzal, hogy megfosztja bizonyos dolgoktól, mert hogy a tolvaj után a halál jött ki, és az özvegyasszony, tehát lehetséges, hogy egy nőhöz való viszonyáról, vagy viszonyától fosztja meg, vagy attól, hogy változás álljon be az életében. És akkor az is lehetséges, hogy így az elején ott a gyermek, a végén meg az özvegyasszony, hogy igazából két oldalról is satuba van fogva, és lehetséges, hogy ha van gyermek, akkor az is, és ha van egy nő az életében, aki jelentős befolyással bír az életére, akkor ő az, aki hát elég nagy akadályt képez a dolgai, vagy az élete igazi megélésében. De megkérdezem, hogy mit jelent itt az ellenség? Az ellenségről mit tudhatunk meg? Tudhatunk-e meg valami bővebbet erről most az ellenség? Kijött az ajándékavágy és a hűség, hogy nagyon vágyna egy jobb életre, most ez jön, hogy egy jobb életre vágyna, egy olyan dologra vágyna, ami a múltjában volt, amit ő valahol mélyen tud és érez, hogy volt neki valaha egy szép élete, és olyan, mintha erre vágyna, hogy ezt visszakapja. És mit tudhatunk itt meg a halálról? Itt kijött a szerelem, a levél és a házasság, és olyan, mintha ez annak a folytatása lenne, amit elkezdtem az előbb, hogy ő visszavágyna egy olyan múltbeli helyzetbe, ami számára egy ajándék volt, így utólag már belátja, hogy ez egy tökéletes állapot volt az ő számára, egy különleges
és a halállal pedig itt olyan, mint hogyha ez a szerelem, ez meghalt volna, hogyha ez ennek vége lenne, és itt a levél és szerző, vagy a házassággal, az pedig egy olyan másik kapcsolatot mutatna, ami nem ebből a szerelemből fakadt. Tehát nem ezzel van összefüggésben. Még az özvegyasszonyra kérek itt egy lapot, hogy akkor ki ez az özvegyasszony, mit tudhatunk meg erről az özvegyasszonyról. Kijött az üzenet, az utazás, a hamisság és a remény, és ahogy én raktam le közben, ilyenek jöttek, hogy rengeteget beszél, jár a szája, mint a motolla, egyfolytában csak mondja a dolgokat, ezek jöttek így a gondolataimba, vagy hát az intuíciómba, és tulajdonképpen igen, és ez azt is jelenti, hogy ő tényleg mondja a magáét, nem is igazi dolgokat mond, tehát hazugságokat beszél, és a hazug reményeket is ébreszt, mondjuk ebben a szeretett személyben, ezzel, amiket ő mond. Tehát olyan változásokat ígérget, mondjuk, vagy olyanról beszél, aminek nem sok köze van a valósághoz, az igazsághoz. Úgyhogy ez látszik most, hogy jelenleg ebben a helyzetben van ez az ember. És megnézzük, hogy akkor ő neki mi körül járnak a gondolatai. Hát látjuk, hogy eléggé megkötözött helyzetben van. És mi körül járnak a gondolatai valójában? Mi az, amire ő gondol? Mire gondol ő? És kijött a szerencsétlenség, a hamisság, az ajándék, az állandóság és a látogatás, és ahogy megint raktam ki, megint jöttek így a hozzátartozó mondatok, tehát, hogy nagyon szerencsétlennek érzi magát, hogy nagyon szerencsétlen, tehát igen, nagyon szerencsétlen helyzetbe került, és már látja a gondolataiban, már gondol arra, hogy ez a rengeteg hamisság ez őt megfojtja. Ugyanakkor a középpontban megint az ajándék jött ki, az állandósággal és a látogatással, tehát, hogy azért az ő gondolatainak a fókusza az mégiscsak egy múltbeli dolgon van, amire ő úgy gondol, mint hogyha az egy égi ajándék lett volna a számára, egy olyan találkozás lehetett ez, ami őt meglepte, váratlanul érte, de majd még rákérdezünk, hogy akkor mi lett vele. Tehát még mindig nem tudjuk, hogy mi ez az ajándék. De most azt kérdezzük meg, hogy miért gondol ő szerencsétlensége, amikor gondolkodik. Mi az a szerencsétlenség, amit ő valójában gondol? Kijött a szerencse, az üzenet és a katonatiszt, és lehetséges, hogy volt egy olyan munkája, vagy egy olyan hír, egy olyan munkáról, egy olyan lehetőség, munkalehetőség, amit nagyon szerencsésnek gondolt, de aztán végül is nem jól sikerült, és akkor a hamisságra is kérek még,
a hamisságra, mert itt most nagyon összefüggést érzékelek. Kijött rá a szomorúság, a féltékenység és a remény, és történhetett itt ezzel a munkalehetőséggel, ezzel a nagyon szerencsés dologgal valami, ami közel van a hamissághoz, közel van ahhoz, hogy elárulták, hogy nem jól, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy az, amitől ő szerencsésnek érezte, és az így a reményeit azt teljesen elvitte. Tehát más irányba fordultak a dolgok, mint ahogy ő abban reménykedett, és ez teljesen úgy éli meg, hogy ez egy nagyon szerencsétlen és nagyon rossz dolog. És megkérdezzük a látogatásról, mit tudhatunk meg a látogatásról. Kijött rá a pénz, az özvegyasszony, a bosszúság, az utazás és a kevés pénz, és ebből nekem az jön megint, hogy ez, amit ő ajándéknak gondol, és mondtam, hogy ez egy látogatással, vagy egy találkozással indult, nagyon nagy, ehhez is nagy reményeket fűzött. Lehet, hogy összefüggés van azzal a munkával, amit ott az elején látunk, de lehet, hogy ez egy teljesen külön ág. Szóval lehet, hogy ehhez a találkozáshoz nagyon nagy reményeket fűzött, anyagilag is jónak tűnt, de ez az özvegyasszony, ez közbeavatkozott, mondjuk így, és nagyon sok bosszúságot, veszekedést okozott, aminek az lett az eredménye, hogy a nagy pénz, a nagy bőség, a nagy gazdagság helyett üresség maradt. Egy üres kassa, egy üres lélek, egy üres ház, szóval csak az üresség maradt meg. És ezen gondolkodik ő, hogy ez hogy történhetett meg, és akkor, mondom, ha összefüggés van ott az elsővel, akkor ez így nagyon érthető, hogy a gondolatai e körül járnak körbe-körbe, mert azért ez elég jelentős, és nekem nagyon gyanús, hogy van összefüggés, hiszen ott is a szerencsével kezdődik, és itt is a szerencsével, tehát nagy pénzzel indul, tehát mind a kettő egy ilyen nagy bőséget mutat, és abból nem lett végül is semmi. Se érzelmileg, se anyagilag, se sehogy. És akkor megnézzük még azt is, hogy mit érez újabban ez a személy, akire gondolsz, mi a helyzet az érzéseivel, hogyan éli ezt meg, mert látjuk a gondolatai, a helyzete viszonylag összhangot mutat a kettő, tehát egymást kiegészítőre jött ki, és akkor megnézzük érzelmeiben ő mit él meg érzésileg. Érzésileg mit él ő meg? Mit él ő meg érzelmeiben jelenleg? Mi az, amit ő megél érzelmeiben? Kijött rá a levél, a katonatiszt, az özvegyember, az ellenség és a bosszúság. És most fölvettem a védekező karkötőt, hogy energiával, energetikailag levédjem magamat, hogy ne legyen rám olyan hatással ez a
ez a kirakás, vagy ez a személy, aki itt van, mert most is azt látom, hogy nagyon rám tudna csatlakozni negatívan, és nagyon szokott fájni, amikor így megtörténik, mert nagyon rossz érzelmi állapotban van. Ugyanis a levéllel az egy kommunikáció, ami nem úgy tűnik, hogy megvalósul. Sokkal inkább azt látom, hogy csak egy reménykedik abban, hogy egy kommunikáció az úgy összejönne. Nagyon távolinak tűnik, nagyon magányosnak tűnik ez az ember, nagyon magába van zuhanva. Egyes esetekben ugye saját maga is keresi ezt a magába zuhanást, és emiatt aztán bosszankodik is, hogy még azt sem tudja kiélvezni, amit az életből lehetne, illetve lehetséges, hogy mások okoznak neki bosszúságot. És akkor lássuk itt, hogy mit jelent ez a katonatiszt. Mit jelent a katonatiszt itt az érzéseiben? Özvegyasszony és az állandósággal nekem az jön, hogy ami az előbb is ott volt, hogy ezt a kommunikációt, ami jelenleg nem nagyon működik, vagy ha igen, akkor is csak mondjuk ilyen internetes kommunikációban, ez az özvegyasszony, ez ott van benne, ez úgy megátolja, tehát hogy ő állandóan, mintha beleszólna abba, hogy mit írsz, mit csinálsz, miért írsz, miért azt, miért nem ezt. Szóval, ahogy így érzem. És ráadásul egy olyan valaki lehet, akinek ő, aki a középpontban van, özvegy férfiként, hátat fordít már, tehát, hogy nem akarja ezt, nem esik jól neki, nem szereti ezt a helyzetet, de ez a helyzet úgy tűnik. Mit jelent itt az ellenség? Ismét rákérdezek. Mit jelent az ellenség? Ki jött rá a vágy, a féltékenység és a szerencse? Nagyon nagy, és akkor itt az önszabotázs, ez nagyon átjön, tehát, hogy nagyon nagy benne a vágyakozás, de nagyon nagy a félelem is, hogy ez nem lehetséges, és a szerencsével pedig a sorsra bízza ezt az egészet, tehát, hogy ő nem, még mindig itt tart, hogy ő nem akar ehhez ebben döntést hozni, nem akar ebbe beleállni, és a bosszúságra, és kérek még, hogy mi az a bosszúság. Szerencsétlenség és a pénz jött ki rá, ami csak azt erősíti meg, hogy ő rengeteget küzd magában, rengeteget vitázik belső monológokkal, belső küzdelmekkel, időnként szidja is magát, hogy lehet ilyen. Tehát ő maga is mondja azt, hogy lehetek ilyen tutyi-mutyi, hogy tudja, ő pontosan tudja, hogy mennyikor a félelem van benne, és ezt éli meg ő. És ismerek olyat, aki így él, és aki úgy megosztotta velem ezt a félelmeit, és képtelen legyőzni magában a félelmet. Egyenlőre képtelen legyőzni, és ő nem nézi ilyeneket, ilyen videókat, vagy hát nem hisz benne, inkább így mondom, és ezért még sokkal rosszabb neki, mint mondjuk nektek, akik ezt így meghallgatjátok és látjátok, ő csak magával küzd. Tehát, hogy ő elutasítja ezeket a dolgokat.
És azt tapasztaltam, hogy akiknek dolga lenne például így az önmunkával, tehát mit tudom én, felszálló holcsomója, vagy Szaturnusza, vagy nyolcas háza, olyan helyzetben van, ami ez lenne a feladata, azok élből és kapásból olyan mereven elzárkóznak tőle, hogy ilyen dolgokról beszéljenek egyáltalán. Még ha meg is nézik mondjuk a jóslást, akkor is tovább nem mennek. Csak megnézik, jósoltatnak ész. És nem. Tehát itt nagyon lezárnak. És talán most őnála ezt érzem, hogy lehet, hogy ő érzi azt, hogy mi lenne a helyes, de nem hajlandó ebbe a dologba lépni. Hát nagyon sajnálom, ezért sajnálom igazából, mert látom és érzem, hogy mi megy keresztül, de ő nem akar, és ez a szabad akarat része, hogy eldöntetjük azt, hogy beleállunk a dolgokba, vagy nem. És én vagyok az utolsó, aki ezért bárkit is megvetne, mert én se álltam bele nagyon-nagyon sokáig, amíg úgy bele nem kényszerített az élet. De akkor most megnézzük azt, hogy rólad, ez a személy rólad mit gondol. Te, aki nézed ezt a videót, és valaha ő jelentette számodra a szerelmet, akkor rólad mit gondol? Gondol-e még rád? Ez a személy rólad mit gondol? Mit gondol rólad ez a személy, akinek valaha, akinek valaha a szíve csücske volt ő? Mit gondol rólad? Hűség, levél, üzenet, lelkész és a gondolat, és azt jelenti, hogy rengeteget gondol rád. Nagyon azt gondolja, hogy nagyon jókat tudtatok beszélgetni, nagyon jó volt a kommunikáció, nagyon mély kapcsolat volt köztetek, és ő hűségesen és kitartóan sokat gondol rád. De mit jelent itt a levél? Mit jelent itt a levél a veled kapcsolatos gondolataiban? Mit jelent a levél? Kijött rá a bíró, az utazás és a szerelmes nő. Itt most egyeseknél az jött ki, hogy ő úgy döntött, hogy egy másik nőt választ, másnál meg, hogy téged választ, tehát, hogy te voltál a számára a szív királynő, nem választott, hanem választ, most választaná a szív királynőt, a másik esetben pedig mást választott, tehát a múltban olyan történt, hogy ő egy másik nőhöz ment el, akiről azt gondolta, hogy az a szíve hölgye, és nem te, és néhányatoknál pedig azt gondolom, hogy most van a gondolataiban most tartott, hogy szíve szerint hozzád menne, aki számára, aki a szerelmes nőt megtestesíti. Lehet, hogy régen is így volt, hogy te voltál a szerelmes nő, de most így gondolja. A lelkészre kérnék szépen még valami plusz információt. A lelkészre. Kijött rá a házasság, a szomorúság és a remény. És abban az esetben, ahol ő most egy kapcsolatban van, sok esetben lehetséges, hogy az egy törvényes kapcsolat, tehát egy házasság, ami viszont nagy szomorúsággal tölti el, nagyon nem élvezi, de
azt gondolja, hogy az még úgy helyre jön. Vagy amikor esetleg olyan is lehetséges, hogyha ti voltatok házasságban, és korábban, vagy párkapcsolatban, így tartós kapcsolatban, akkor az végződött szomorúsággal, de a reményt még nem adta fel. Ez is lehetséges egyes esetekben, ahol ez a helyzet áll fenn. Ez attól függ, hogy kinél hogyan van. Persze mondhatjátok az is, hogy ti is voltatok együtt, meg most is kapcsolatban van. Igen, és akkor ott bármelyik lehetséges. Egyénenként változhat. Jó, megnézzük, hogy az érzéseiben te hol vagy. Ott vagy-e az érzéseiben ugyanúgy, mint a gondolataiban? Vagy mi a helyzet egyáltalán? Tehát veled kapcsolatosan milyen érzései vannak, mit érez irántad? Vannak-e még érzései, és mit érez irántad ez a valaha szeretett személy? Mit érez ő irántad? Mi az, amit ő irántad érez? Mi az, amit a valaha szeretett személy irántad érez? Oppá, oppá, oppá. Érdekes. Ki jött rá a szerelmes nő, a ház, az özvegyasszony, a házasság lapja és a váratlan öröm. És én nekem ebből az jön, hogy te vagy számára a szíve hölgye, az otthon melege, a biztonságos hajlék, az a, aki ezt mind meg tudja neki adni. Lehetséges, hogy idősebbek vagytok mondjuk, mint ő. Lehetséges, hogy csak azt érzi, hogy te szomorú és magányos vagy. De az is lehetséges, hogy mindemellett ő azt gondolja, hogy nagyon boldog lenne, hogyha veled egy kapcsolatot, egy tartós kapcsolatot létrehozhatna. De megkérdezzük, mit jelent itt a házasság. A házasságra rákérdezünk, hogy mi az itt az ő érzéseiben, veled kapcsolatos érzéseiben. Ki jött rá a remény és a szerelem? Tehát ez most tényleg azt jelenti, úgy látszik, hogy veled akarna, veled szeretne, abban reménykedik, hogy egy szerelmes kapcsolatot éljen meg. És akkor még a házra rákérdezek, hogy mi az, amit a házról lehet tudni. Kijött a katonatiszt, a bíró és a gondolat, és sok esetben arról lehet szó, hogy rengeteget gondolkodik egy döntésen, hogy ugye most nem vagytok együtt, távol vagytok, de hogy ezen változtatni kellene, és lehetséges, hogy ennek köze van egy házhoz. Tehát köze van az anyagiakhoz, és emiatt van benne ez a rengeteg gondolat, és rengeteg félelem, ami a korábbiakban már kijött, hogy mennyi félelem van, és ellentmondás, és önszabotás van benne. De érzéseiben nagyon is megnyilvánul az, hogy te vagy neki a vágyai, ne továbbja. Mindent is szeretne tőled, de azért még ott az anyagiakkal és a jelenlegi életkörülményeivel neki nagyon sok gondja és gondolata van, amit szeretne megoldani. Hát szurkoljál neki, hogy sikerüljön, mert ezek szerint téged is érdekel, ha nézed ezt a videót, ő is oda van, érted? És ha nincs köztetek kapcsolat, akkor szíved szeretetével tudsz neki segíteni, és
támogatást nyújtani. Ez a legtöbb, amit jelenleg adhat számára. És lássuk, hogy lesz-e ebből a kívánságból, ami itt az érzéseinél megjelent, tehát veled kapcsolatosan fog-e ő lépni a következő 1-2 hétben, fog-e lépni veled kapcsolatosan te irányodba, fog-e ő lépni fizikailag, cselekvés szintjén, lesz-e neki valamilyen lépése veled kapcsolatban, fog-e lépni valóban, fog-e lépni valójában, lelkész gondolat, utazás, szomorúság, katonatiszt. Hát sokkal jobban örültem volna, hogyha a szomorúság és a katonatiszt helyett valami tényleges máslap jön ki, de ezek alapján azt mondom, hogy nagyon gondolkodik, nagyon szeretne jönni, de nem fog. Lélekben szinte állandóan veled van, szinte nem telik el nap úgy, hogy ő ne gondolna arra, hogy milyen jó lenne hozzád menni, de megmarad a szomorúság és a távolság, ami nem jelenti azt, hogy ő valamit közeledni fog, tehát fizikailag fog ebben változás történni. Ha mégis történik, akkor nagyon jó, de itt pillanatnyilag úgy látom, hogy nem sok esetben fog ez megtörténni. Kérek rá utazásra valami pluszot, hogy miért, vagy hogyan. Kijött rá a bíró, az állandóság és a remény. Tehát hiába reménykedik ő ebben állandóan, valami mégis mindig felülírja benne ezt a reményt, ezt a gondolatot, ezt állandóan meggondolja magát, állandóan mást helyez a előtérbe, nem magát, és ebből nyilvánvaló, hogy ő saját magát háttérbe szorítja, nagyon sok önértékelési gondja van, ami gyermekkorból ered neki is, mint mindenkinek, illetve lehet előző életből is, vagy fogadalomból, kinek mi az, ami elfogadható. De minden esetre gyermekkorból biztos, hogy nagyon sok származik, és még rákérnék a szomorúságra is, hogy mi az, ami tőle annyira szomorú. Kijött rá a betegség, a halál és a pénz. És most nekem közben ez jött, hogy átalakul neki a betegség, a pénzhez való viszonya. Annyira szomorú és olyan nagyon mélyre süllyed így a lelki fájdalmakban, hogy ez a pénzhez való viszonya, ez teljesen megváltozik. Ugye az előbb is már, amikor a hozzád kapcsolódó érzések elé a háznál rákérdeztem, ott is az van, hogy dilemmázik még a ház az ott van. De itt a következő időszakra azt mutatják a lapok, hogy ez tovább megy ezen a vonalon, és nem hagyja annyiban, és ez nagyon-nagyon jó, mert ez az út vinni őt előre, hogyha ezt így át tudná magában alakítani, át tudná transformálni, hogy egyensúlyba kerüljön a pénz fontossága és az érzelmek fontossága, a lélek és az anyagi világ egyensúlyát meg tudná magában teremteni. Hát akkor imáidban ezt kérd a teremtőtől, az égiektől, hogy segítsék őt és téged is. És köszönöm, hogyha itt voltál és megnézted, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, köszönöm, ha megosztod ezt a videót, a véleményedet, és
Ha tehetek érted bármit, akkor nyugodtan írd meg. És mindenkinek minden jót kívánok, türelmet, kitartást, hitet ahhoz, hogy van értelme ezért vagy azért élni, fölkelni minden nap, mert hogy egyszer megérkezik a csoda. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!